kedden jelezték azt a solymáriak, hogy ivóvíz problémájuk van, nevezetesen a nyomás ingadozik, és kedden 16 óra 30 perckor a szolgáltató, a DMRV vízkorlátozást rendelt el, pontosabban arra kérte a polgármestert és a polgármesteri hivatalt, hogy vízkorlátozást rendeljenek el. Jelenleg a helyzet súlyos Solymáron. A polgármester úr és a képviselők tájékoztatása szerint körülbelül 3000 embert érint a vízhiány Solymáron, ami praktikusan azt jelenti, hogy a nap jelentős részében egyáltalán nem folyik víz a csapból. A szakemberek azt mondják, konkrétan a szolgáltató vezérigazgatója, hogy nem a víz hiánya probléma, tehát víz van, a rendszer kapacitása jelenti a problémát, a rendszer kapacitása adott, és bár víz rendelkezésre áll, nem tudják megfelelő ritmusban utántölteni. Ennek pedig az az oka a szakemberek tájékoztatása szerint, hogy a nagy melegben a fogyasztás egyrészt megnő a meleg miatt, másrészt az öntözőrendszerek sokkal többször működnek a nap folyamán, harmadrészt, ahol van medence, ott medence feltöltése is zajlik. Tehát egyszerűbben fogalmazva, a szakemberek, a szolgáltató vezérigazgatója azt állítja, hogy a kánikulában megnőtt fogyasztás a hiány oka, ugyanis ott, ahol van víz, ott a fogyasztás megnő, és így a település bizonyos pontjaira már kevés, vagy egyáltalán kevés víz jut el, vagy egyáltalán nem jut el víz. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a probléma nem csak Solymárt érinti, a probléma több települést érint, de jelenleg Solymárt érinti a legjobban, tehát a legnagyobb probléma jelenleg Solymáron van. Én úgy gondolom, hogy engem, mint képviselőt azért választottak meg, hogy őszintén beszéljek az itt élőkkel, és ilyen helyzetben különösen is ezt tartom fontosnak, tehát mondjuk ki azt, hogy ami jelenleg történik, az katasztrófa helyzetnek minősíthető. Tehát az, hogy több ezer ember Solymáron nem jut ivóvízhez, nem jut vízhez, az egyébként is nagy probléma lenne, de mindez kánikulában történik, így a probléma még súlyosabb, tehát ezt én katasztrófa helyzetnek minősítem. Éppen ezért a tegnapi nap folyamán, minek után a polgármester úrral folyamatosan kapcsolatban voltunk, beszéltem a miniszterelnökséget vezető miniszterrel, Gulyás Gergely miniszter úrral, a belügyminiszter helyettesével, Rétvári Bence államtitkár úrral, és a katasztrófa védelmet vezető Gúra Zoltán tábornok úrral. Én mindannyiuk segítő közreműködését köszönöm, és mindennek folyamányaképpen ma reggel itt megalapítottunk egy helyi operatív törzset a katasztrófavédelem részvételével, polgármester úr és munkatársai részvételével, az én részvételemmel, illetve a munkatársaim részvételével és a helyi önkéntes tűzoltókkal és polgárőrökkel. Ez az operatív törzs itt 24 órában működik természetesen. Emellett tartottunk most egy rendkívüli testületi ülést is, de inkább arról szeretném önöket tájékoztatni, hogy mire jutottunk és mi az, amit tenni tudunk. Tegnap 6 lajtos kocsi, másképpen fogalmazva 6 vízvételi pont volt Solymár azon területein, ahol nincs jelenleg vezetékes víz. Világos elképzelésünk és döntésünk volt arra, hogy ezt a számot növelni kell. Tehát pillanatnyilag arról tudom önöket tájékoztatni, hogy jelenleg a tegnapi 6-ról 10-re növeltük a vízvételi pontok számát Solymáron. Ez azt jelenti, hogy van 6 lajtos kocsink, ezek 500 és 1200 liter közötti mennyiséget tudnak szállítani. Van 2 7 köbméteres autónk, és van 2 5 köbméteres autónk, tehát ezek nagyobb mennyiséget tudnak tárolni és bocsátanak rendelkezésre, és további 2 autó van úton, tehát a tegnapi 6-ról mostanáig 10-re növeltük a vízvételi pontok számát, és rövid időn belül
12-re fogjuk azért, hogy azok, akik ebben a rendkívül nehéz és kellemetlen, kényelmetlen helyzetben vannak, minél közelebb találjanak olyan pontot, ahol vízhez tudnak jutni. Emellett arról is döntöttünk, hogy mindegyik vízvételi pontnál, ami nem autó és nem ülott ember, oda kiteszünk egy telefonszámot, ez rövidesen meg fog történni, ez a telefonszám helyben fog csörögni, az önkéntes tűzoltók és polgárőrök segítségét és együttműködését kaptuk meg ehhez, amit nagyon köszönök, és ők fogják kezelni ezeket a hívásokat, tehát hogyha valaki oda megy, és a vízvételi pont leürült, nincs ott víz, fel tudja hívni ezt a telefonszámot, és így a lehető leggyorsabban tudunk eljárni. Emellett természetesen a szolgáltatónak, a DMRV-nek van egy általános és folyamatos vízcserélési és feltöltési folyamata és mechanizmusa, de hogyha valaki ennek ellenére, amikor oda megy, nem találott vizet, akkor fel tudja hívni ezt a telefonszámot, és a lehető leggyorsabban el fogunk járni. Emellett szeretném önöket arról is tájékoztatni, hogy azt mondják a szakemberek, hogyha azok a lakók Solymáron, akik rendelkeznek vízzel, a legszükségesebbekre szorítják a vízfelhasználást, és magyarul nincs öntözés, nincs automosás, nincs medencefeltöltés, vagy hasonlók, akkor a szolgáltató vezérigazgatója szerint egy nap alatt helyre tudnák állítani Solymár vízellátását. Tehát minden megbeszélésen azt kértem, most önökön keresztül, önöktől is azt kérem, és önökön keresztül a szélesebb közvéleménytől, minden Solymáritól. Kellő tisztelettel kérem a megértésüket, és azt szeretném kérni a szakemberek útmutatására hivatkozva, hogy azok, akiknél van víz, azok legyenek kedvesek a lehető legszükségesebbekre szorítani a vízfelhasználást, mert ez kulcs kérdés és kulcs momentum, azzal kapcsolatban, hogy a víz el tudjon jutni oda, ahol jelenleg nincs. Ezért azt kértem a képviselőtestületi ülésen a képviselőktől, azt kértem a tűzoltóktól, a polgárőröktől és mindenkitől, hogy járja, mindenkitől, aki helyben ismert, legfőképpen tőlük ugye sokat jelent, hogy járják a körzetüket, járják az utcákat, hangos beszélővel, minden lehetséges módon, utcafórumon, minden lehetséges módon hívják fel a lakók figyelmét arra, hogy ahol van víz, ott a vizet csak a legszükségesebbekre használják. Ez egyébként már zajlott tegnap is, megy olyan autó, ahol van, amelyen van hangos beszélő, de mindenképpen szeretnénk ezt a kapacitást növelni. Nagyjából az én tervem is az, hogyha itt egy kicsit végzek a munkával, vagy fellélegzünk egy pillanatig, akkor nem tudom, hol lehet megafont vásárolni, majd segítsenek ebben, akkor elballagok, és azt hiszem, hogy járom az utcákat, és azt fogom mondani, hogy kérem a megértésüket a lakóknak, és a legszükségesebbekre használják a vizet. Ugyanis ahhoz, hogy általában a problémát meg tudjuk oldani, ahhoz a tározókat kellene feltölteni, amely tározókról Solymár különböző részeit vezetéken keresztül ellátják. Most jelenleg az a helyzet, hogy azért nem jön víz a csapból, mert ezek a tározók leürültek. És minek utána a település többi részén nagy a fogyasztás, nem tudnak kellő ritmusban, nem tudnak ezek a tározók feltöltődni. Itt döntöttünk arról is, hogy különböző szállítóautókon is igyekszünk segíteni ezeknek a tározóknak a feltöltését, de ezeknek a tározóknak a kapacitása nagy, ezekhez képest a szállítóautók kapacitása kisebb, jelentősen kisebb. Tehát ez hosszú folyamat, plusz, ahogy megértettem a szakemberek leírását, hogyha ezekbe a tározókba kerül víz, egy nagyobb szintre és a szivattyúk tudnak dolgozni, természetesen az emberek kinyitják a csapot, és ez a víz elfolyik, mint ahogyan egyébként most, ha jól értem, éjjelről reggelre viradóra is történt. Reggel azt mondták, hogy több helyen volt víz, ahol este nem volt, de 10 órakor már megint nem volt víz. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy minden erővel dolgozunk a tározók utántöltésén és a probléma általános megoldásán, de ez hosszabb időt vesz igénybe, ezért mindenképpen fontos a vízhasználat visszafogása ott, ahol víz van. Felszólítom a szolgáltatót, hogy a kötelességeinek tegyen eleget,
és tegyen meg mindent azért, hogy a kötelességeinek eleget tudjon tenni. Őszintén remélem, hogy ez így történik, és így fog történni. És még egy záró gondolat. Most van egy konkrét problémánk. De ez a helyzet, ha az akut problémát kezeltük, akkor lehetőséget fog teremteni arra, sőt, muszáj is lesz, hogy lehetőséget teremtsen arra, hogy a budakörnyéki régió ilyen típusú kérdéséről és problémáiról beszéljünk. Ugyanis most Solymáron van a legnagyobb probléma, de a népességszám nem csak Solymáron nőtt dinamikusan és rendkívüli módon az elmúlt időszakban a budakörnyéki régióban, hanem az összes településen. Most itt ivóvíz kérdés van. És most ezzel kell foglalkoznunk, ezért ezt a gondolatot most nem bontanám ki, de számos feladat áll előttünk, és számos kihívást kell kezelnünk a budakörnyéki régió összes településén. Most egyet szeretnék mondani, most nem annak van itt az ideje, bár talán igény volna rá bennem mindenképpen, hogy ezekről most részletesebben beszéljünk, de most először kezeljük ezt a helyzetet, és utána beszélünk úgy általában a budakörnyéki régióról. Én azt tudom mondani, és azt tudom ígérni minden budakörnyékén élő embernek, megköszönve azt a bizalmat, amivel 2 hónappal ezelőtt vagy hogy képviselővé választottak. Mindent meg fogok tenni azért, hogy a már itt élők életkörülményei a lehető legjobbak legyenek. És semmilyen döntéstől, semmilyen vitától és semmilyen konfliktustól nem tartok, és mindent fel fogok vállalni azért, hogy a már itt élők életkörülményei a lehető legjobbak legyenek. Ebben számíthatnak rám. Most ezt a helyzetet igyekszünk minden erővel kezelni, és aztán további kérdésekről is nyilvánvalóan lesz lehetőségünk beszélni, és szükséges is, hogy beszéljünk ezekről. Az is nagyon fontos, hogy kik szeretnének még Budakörnyékén élni, mert ez egy remek régió. De számomra azok a legfontosabbak, akik már itt élnek, és az ő életkörülményeikért, lehető legjobb életkörülményeikért mindent meg is fogok tenni. Solymáron hogy látja, hogy mi lehet a hosszú távú megoldás? Mert ön is említette, hogy a lakosság szám az itt túlnőtt az infrastruktúrán, hogy hogyan kerülhetjük el ezt a problémát, hogy jövőre vagy 5 év múlva? Vízzel kapcsolatban kétfajta probléma lehet. Az egyik az, hogy nincs víz, a másik az, hogy van víz, de a rendszer nem bírja el. Tehát a rendszer nem tudja pótolni megfelelő ritmusban. Most a szakemberek állítása szerint a második van itt most jelenleg. Nyilvánvalóan beruházást kell végrehajtani. A beruházás 10 milliárdos nagyságrendű, alsó hangon a mai megbeszélések szerint. Kapacitásbővítést kell létrehozni és végrehajtani azért, hogy ilyen helyzet ne alakulhasson ki. Természetesen ezt a pénzt az önkormányzat nem tudja kigazdálkodni, nem is elvárható tőle. Itt pályázati pénzekről van szó, ezzel kapcsolatban pedig minden lehetőséget meg fogok vizsgálni. Ma erre ezen a kövön már volt lehetőségem beszélni sokakkal, meg az irodákban is. Azt mondta a DMRV vezérigazgatója, hogy a forrás most már rendelkezésre áll, de az az ütemezés, amelyet ő felfestett, az számomra nem kielégítő. Egyébként számára sem. Tehát, hogyha ezt az akut helyzetet tudtuk kezelni, akkor a következő az lesz ebben a témában számomra, hogy megnézem, hogy azt a beruházást hogy lehet, ha a forrás valóban megvan, hogyan lehet sokkal gyorsabban végrehajtani. Melyik lehet a következő olyan település, ahol vízkorlátozást kell bevezetni? Az én választókörzetemben leginkább Solymár, Pilisszent Iván is előkerülhet, és most, ahogy hallom, a legfrissebb híreket elő is kerül. De Üröm, ami már nem az én választókörzetem, Pilisboros Jenő, Solymár, Üröm, Pilisboros Jenő, ez a 3 település, amire most ebben a pillanatban legjobban figyelni kell. Most Ürömről talán jobb hírek érkeztek, Szentendre, onnan rosszabb hírek érkeztek. Ez a 4 település van az első helyen a papíron, de azt mondta a vezérigazgató úr, hogy több település kell figyelniük. Kérem segítsen megháterezni azt a tájékoztatót, amit Bencer Tamás államtitkár úr mondott, hogy hány ezer embert érint a vízhiány probléma. Ugyanis azt lehetett olvasni, hogy a locsolások, medence feltöltések okozták a problémát, hogy az esti órákban hány háztartásnál jelentkezik ez. Ez csak a Kerekdombot érinti, vagy a teljes települést? Nem csak a Kerekhegyet, tulajdonképpen 3 település részt érint.
üzemel ugye azt a három település részt, amely viszonylag magasan fekszik. Ez talán itt a környéken szinte az egyik legmagasabb. Borosjenőn vagy Ürömön vannak még ilyen magasságban lakóterületek, de ott is hasonló súlyos a helyzet. Tehát Solymáron a Kerekhegy település rész, a Panoráma Magas utca, Fenyő utca, tehát a Kerekhegy oldala, illetve a Hutvejde területe. Tehát magam is tapasztaltam, ott lakom, körülbelül 30 órája egy csepp víz sincs. Hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni? Mert nyilvánvalóan a háztartásokban hogy egyfajta ilyen pánik hangulat keletkezik, különösen kánikula idején. Hogyan tudták eljutatni az információkat az érintett lakókhoz? Az információkat természetesen könnyebb eljutatni, mint a vizet, hisz a közösségi oldalakon, interneten nagyon gyorsan terjednek a hírek, és ezt igénybe is vettük ezt a csatornát. Mi is a DMRV információiból, tehát a Dunamenti Regionális Vízmű információiból tudunk dolgozni. Ez gyakorlatilag azt jelentette, amit a DMRV velünk közölt, hogy az egész Pilisi medencében, nem csak Solymáron, akkora a vízfelhasználás, hogy nem tudnak több vizet betáplálni a rendszerbe, nincs elégséges kapacitásuk arra, hogy ezeket a föld alatti víztárolókat, amiből Solymáron van 4 darab, valamennyit föltöltsék. 2 egyáltalán nem tudnak föltölteni, ez pontosan az, amelyik a Hutvejdét, illetve a Kerekhegyet ellátja. Az, hogy lesz 24 órás telefonos felügyelet, meg lajtos kocsik járják a települést, hogy az mennyiben jelent előrelépést a probléma kezelhetőségében? Hát megoldás semmiképpen nem jelent, ezt mindenki tudja, mert hiába van lajtos kocsi, abból lehet kannába vizet vételezni, vagy üvegekbe, de ugye ez nem alkalmas arra, hogy mondjuk működtessünk belőle bojlert, zuhanyzót, mosógépet, mosogatógépet. Tehát emiatt is nagyon súlyos a helyzet, de egyelőre a szolgáltató nem képes más biztosítani, csak a törvényi kötelezettségét, illetve annál egy kicsit többet, azzal, hogy kiállít sokkal több pontra, mint azt neki a jogszabály előírja, a víznyerő helyeket. Ezek zömmel kis lajtók, tehát ilyen utánfutós 520-1200 köbméteres víztartályok, illetve járják nagy kocsik is a területet. Emellett a DMRV vezérigazgatója egy délelőtt az operatív törzsülésén arról tájékoztatott, hogy megpróbálják nagy teherautókkal, tehát nagy tartálykocsikkal közvetlenül tölteni a medencéket. Nem tudom, hogy ez fog-e sikerülni, de talán orvosol valamit a helyzeten.